Kellemes tavaszias időt jósolnak a meteorológusok az év utolsó napjaira vidékünkön. Csapadékra nem kell számítanunk, csak fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Reggelente ugyan erőteljes lehet a párásodás és ködös lehet a hajnal, lesz hamar felszáll és onnantól gyönyörű napsütésben 10 fok feletti értékeket mérhetünk. Ma estétől ismét fokozódhat a párásság, miközben egy mérsékelt vastagságú felhősáv húzódik Vajdaság fölé északnyugat felől. Hatására éjszaka már kevésbé lesz erőteljes a párásodás és nem lesz nagy lehűlés. A hőmérséklet az előrejelzések szerint mínusz 1 és 4 fok között ingadozik. Holnap napközben kellemes, enyhe, inkább tavasziasnak mondható 10 és a feletti értékeket mérhetünk Vajdaság területén. Vidékünkön változóan felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. Ami a 4 napos előrejelzést illeti, az előttünk álló napokban sokfelé képződhet pára, köd, rétegfelhőzet, amely helyenként napközben is megmaradhat. Másutt azonban változó felhőzetre számíthatunk. Térségünkben marad a 11-12 fokos nappali csúcsok melletti napos, felhős, enyhe időjárás. Némi változásra az időjárásban kedden lehet majd számítani, ugyanis ekkor jobbára közepesen, illetve erősen felhős időre lesz kilátás. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, és sokfelé megélénkül az északi-északnyugati szél. A maximumok várhatóan 11 fok körül, míg a minimumok 5 fok körül alakulnak. A régió más országaiban is marad a vidékünkre is jellemző enyhe, kissé felhős, de többnyire napos időjárás pénteken. Viszont Budapesten, Bukarestben és Kolozsváron felhős és ködös lesz az idő. Esőre egyelőre sehol sem kell számítani. Legmagasabb nappali értéke 12-13 Celsius fokok kíséretében Belgrádban és Eszéken mérhetnek, míg Zagrebben 10 fokot, Kolozsváron pedig mindössze 2 fokot mutat majd a hőmérő.